A minőségi állami beruházásokat is lehetővé teszi majd az a jogszabály, amelyet a héten fogadott el a képviselőház. A Korodi Attila RMDSZ képviselő által javasolt törvény alapján közbeszerzések esetében már nem a legalacsonyabb ár lesz az egyetlen hivatalosan elfogadott kritérium. A zöld közbeszerzési kerettörvénynek is nevezett tervezet értelmében a közintézmények zöld címkével ellátott szolgáltatásokat, fogyóeszközöket, berendezéseket is vásárolhatnak. Ez egyrészt a fenntarthatóságot támogatja, másrészt kifizetődőbb minőség szempontjából, hisz a zöld címkés javak élettartama sokkal hosszabbnak bizonyul a gyakorlatban. Korodi Attila, a törvény kezdeményezője híradónknak elmondta, azt várja ettől a jogszabálytól, hogy évente arányaiban növelje a kormány azokat a vállalásokat, hogy milyen zöld közbeszerzéseket folytat le, de egyéb pozitív hatásra is számít. Azáltal, hogy a piac kiszélesedik a zöld termékek irányába, ezért az egyszerű román állampolgár is, az egyszerű lakos, egyszerű városlakó, családfő sokkal jobb árban tud hozzáférni olyan energiahatékony háztartási gépekhez, vagy lámpatestekhez, vagy otthonhasznosítható termékekhez, ami eddig lehet, hogy drágább volt, mert nem volt konkurencia piacon. A drágább nagyon sokszor olcsóbbnak bizonyulhat, a végelszámolásnál nyilatkozta Borbói Csaba, Hargita megyei tanácselnök. Azt mondta, a közbeszerzések írójaként nagyon gyakran került abba a helyzetbe, hogy károsabb, gyengébb minőségű ajánlatot kellett elfogadnia. Lehet, hogy a kicsivel drágább az igazából az olcsóbb, hisz az egészségnél, a természetünk védelménél fontosabb nem lehet, és ilyen szempontból ennek a törvényi módosítónak nagyon örvendünk. A jogszabály elfogadásával Románia az Európai Uniós közpolitikákhoz zárkozik fel, hiszen jelen pillanatban a közintézmények csak elhanyagolható arányban vásárolnak környezettudatosan, és a számvevőszék nem ismeri el ezeket az eljárásokat.